Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol a mai videóban az Unibet támogatásával bemutatjuk nektek a 2020-2021-es idény legalulértékeltebb csatárait. 10. Wout Weghorst. A VfL Wolfsburg 28 éves holland játékosa ebben az idényben 31 játéknapot követően már 20 gólnál jár a Bundesligában, ami máskor egészen kiemelkedő teljesítménynek számítana, azonban Robert Lewandowski és Erling Haaland mellett most kicsit elsikkad. Pedig korán sem arról van szó, hogy Weghorstnak lenne egy kifutott idénye. Elvégre az előző szezonban 16 gólig jutott, egy évvel korábban pedig 17 alkalommal volt eredményes, így összesen 97 mérkőzés után már 53 találata van a német élvonalban. Ráadásul nem valamelyik sztárklubban, hanem abban a VfL Wolfsburgban, amely maximum erős középcsapatnak nevezhető. A támadó 26 esztendősen került a zöld-fehérekhez, előtte csak a holland élvonalban szerepelt, ahol szintén rendszeresen 10 gól felett termelt. A közel 2 méteres Weghorst klasszikus center, aki remekül érkezik a 16-oson belüli labdákra, ebben a szezonban mindegyik találatát így szerezte. Az összjátékból kevésbé veszi ki a részét, bár ebben is sokat fejlődött, hiszen az idény során már 8 asszisztja van. Ugyanidőnként felmerül a neve angol klubok terveiben, ám mivel már 28 éves, így kicsi a valószínűsége, hogy feljebb tud lépni. Igaz, ha a bajnokságban jelenleg a harmadik helyen álló csapatának sikerül kiharcolnia a Bajnokok Ligája szereplést, akkor erre nem is lesz szüksége. 9. Jorgos Jakumakis. Gyakran előfordul, hogy egy támadó egy-egy időszakban elkapja a fonalat, képtelen hibázni, és minden labda szinte bepattan róla az ellenfél kapujába. A holland felló görög játékosa most pontosan ezt éli át, hiszen 24 találattal vezeti az Eredivisie góllövő listáját, megelőzve többek között a holland válogatott és több sztárklub által is csábított Daniel Malent vagy Stephen Berghaust. Mindazonáltal Jakumakis teljesítménye több szempontból is egészen elképesztő. Egyrészt csapata pocsékul szerepel a bajnokságban, jelenleg az utolsó előtti helyen áll, és a legutóbbi 11 bajnokiát egyaránt elveszítette. A görög csatár egyébként ezekből 3-at ki is hagyott sérülés, illetve eltiltás miatt. Másrészt pedig Jakumakis eddigi pályafutása során soha nem számított különösebben gólerősnek, olyannyira, hogy a 26 éves játékos a mostani idényben több találatot ért el a bajnokságban, mint amennyit előtte teljes pályafutása során összesen. Korábban egyetlen olyan idénye volt, amikor 10-nél többször volt eredményes, még a 2016-17-es szezonban a Platania színeiben, de akkor is csak 11 gólig jutott. Ehhez képest csak idén januárban 10-szer talált be, és abban a hónapban 2 mesternégyese is volt a holland élvonalban. Egyébként ez az első éve Hollandiában, és ha a Venlo kiesik a szezon végén, akkor minden esély megvan rá, hogy Jakumakis országhatáron belül klubot vált majd. 8. Bulaye Dia. A Stade Reims szenegáli csatára csak 21 évesen lett profi labdarúgó, mivel 13 esztendős korában az Olympique Lyon nem tartott rá igényt, azzal indokolva a döntést, hogy Bulaye túlságosan kicsi és nem fog eléggé megnőni. Egy évvel korábban a Saint-Étienne hívta próbajátékra, azonban édesapja autója menet közben leromlott, így nem értek oda időben. A klub pedig többször nem jelentkezett. Vagyis Diának nem volt egyszerű dolga, amíg valóra nem váltotta álmát, ám miután a negyedosztályos Jura Süd csapatában a 2017-18-as szezonban 21 bajnokin 15 gólt ért el, a Ligönbe frissen feljutott Stade Reims profi szerződést ajánlott neki. Első idényében általában csak csereként küldték pályára, de így is szerzett 3 gólt az élvonalban, majd az előző kiírásban már 7 alkalommal volt eredményes. Azóta már alapembernek számít az együttesben, és láthattuk a Fehérvár FC elleni Európa Liga a selejtezőben is, ahol nem sok vizet zavart. A bajnokságban azonban elkapta a fonalat, és az első 10 fordulóban 9 gólt szerzett, aminek köszönhetően a szenegáli válogatottban is bemutatkozhatott. Azóta kicsit visszaesett a teljesítménye, de így is már 14 gólnál jár a bajnokságban, és a remek fizikumú, nagy munkabírású, kiváló hozzáállású játékosra külföldről is felfigyeltek. A hírek szerint az Eintracht Frankfurt és az RB Leipzig is szemmel tartja. 7. Simi. A nigériai labdarúgás olyan kiváló támadókat adott a topligáknak, mint Nwankwo Kanu, Obafemi Martins vagy éppen Yakubu Ayekbeni. Azonban a Crotone csatára Simeon Tocsukwu Nwankwo bizonyos szempontból mindegyiküket felülmúlta ebben az idényben. A Simi becenévre hallgató 28 éves játékos ugyanis már 19 találatnál jár a Serie A jelenlegi idényében, és ezzel új nigériai rekordot állított fel. Korábban ugyanis az afrikai ország egyetlen egy képviselőjének sem sikerült ilyen sok gólt elérnie az 5 legrangosabb
legharangosabb európai bajnokság valamelyikében. A korábbi csúcsot egyébként a már korábban említett Jakubu Ayegbeni tartotta a Blackburn Rovers színeiben, a Premier League-ben elért 17 góljával. Simi 17 évesen került át Európába, Portugáliában játszott, előbb a Portimonense-nél, majd a Gil Vicente-nél, és az akkor szériás Crotone innen vette meg 2016 nyarán kevesebb mint 1 millió euróért. A következő két évben a nigériai támadó átlagosan teljesített az olasz bajnokságban, majd a csapat 2018-ban kiesett, Simi pedig a Serie B-ben elkezdte termelni a gólokat. Az előző idényben 20 találattal gólkirályi címet szerzett, amivel feljutáshoz segítette csapatát, és egyelőre a legjobbak között is rendkívül eredményes. Csak Cristiano Ronaldo és Romelu Lukaku ért el több gólt nála a szériában az idény során. Ráadásul találatai közül 15-öt 2021-ben szerzett, és immár ő az olasz élvonal történetének legeredményesebb nigériai szereplője, megelőzve Obafemi Martins-t. Mindazonáltal a Crotonét az ő rendkívüli gólérzékenysége sem tudta bent tartani az élvonalban, hiszen a csapat 4 fordulóval a zárás előtt már biztos kiesőnek számít. 6. João Pedro. A brazil csatár valóságos legendának számít a Cagliarinál, hiszen pályafutása során már 57 alkalommal volt eredményes a Sarre klub színeiben a szériában, és ezzel második helyen áll az örök ranglistán, amelyen csak az egykori aranylabdás Luigi Riva előzi meg. Pedig pályafutása elején úgy tűnt, hogy João Pedro nem tud megkapaszkodni Európában. Hatalmas tehetségnek tartották. 2009-ben ott volt az U17-es világbajnokságon a brazil csapattal, de sem a Palermóban, sem a portugál Vitória Guimarães-ben nem menne ki a játék, így 20 évesen hazatért Brazíliába. 2 évvel később azonban úgy döntött, hogy megint kipróbálja magát Európában, és a portugál históriúban már olyan jól futballozott, hogy 2014-ben a Cagliari 1,3 millió eurót fizetett érte. João Pedro így már 7 éve futballozik Szardinián, megélt egy kiesést és egy feljutást is a Cagliarival, az elmúlt 2 évben pedig a Serie A egyik legjobb támadójává nőtte ki magát. Az előző idényben 13 gólt ért el az olasz élvonalban, a mostaniban pedig 15-nél tart, pedig gyakran nem is csatárként, hanem támadó középpályásként szerepel. A bal lábát gyakorlatilag csak támaszkodásra használja, és fejjel sem túl erős, de remekül érzi a kaput és kiváló rúgó technikával rendelkezik. 5. Andrej Kramarić. A Bundesliga történetének legeredményesebb horvát játékosa, aki világbajnoki ezüstérmes is. Azonban ennek ellenére a Hoffenheimet erősítő Kramarić neve még mindig sokak számára ismeretlen. Leginkább azért, mert pályafutása során soha nem játszott igazi sztárcsapatban, ami a nyáron akár meg is változhat, mert a hírek szerint az AC Milan érdeklődik iránta. A 29 éves támadó nevelőegyesületénél, a Dinamo Zagrebnél az ifjúsági csapatban több gólrekordot is megdöntött, ám a sokszoros horvát bajnoknál nem tudott megragadni a felnőttek között, és előbb a Lokomotiva Zagrebben, majd a Rijekában játszott rendkívül eredményesen. Utóbbitól szerezte meg a Leicester City 2015-ben, akkor még klubrekordnak számító 9 millió euróért, de a rókáknál gyakorlatilag csak fél évet töltött. Ezt követően kölcsönadták a Hoffenheimnak, amely később végleg meg is vette. A jelenlegi az 5. teljes idénye Németországban, és mindegyikben legalább 12 gólt szerzett a Bundesligában. A mostani idényben Kramarić már 17 találatnál jár, a német élvonalban pedig összesen 72 alkalommal volt eredményes, aminél több gólt egyetlen horvát játékos sem ért el. 4. Patrick Bamford. A Leeds United 27 éves csatáráról Angliában a jelenlegi idény előtt a szurkolók nagy része úgy vélte, hogy nem rossz kis játékos, de a Premier League szintje túl magas neki. Nem véletlenül alakult ki ez a vélemény róla, hiszen korábban akárhányszor kipróbálta magát a legjobbak között, nem tudott bizonyítani. Ugyan a Nottingham Forestben kezdte, 19 évesen a Chelsea-be igazolt. A kékeknél azonban egyetlen tétmérkőzésen sem játszott, hiszen rendre kölcsönadták. Amikor az alacsonyabb osztályokban szerepelt, akkor mindig rendkívül gólerős volt, ám ha egy Premier League-ben szereplő klub vette kölcsön, akkor elfogyott a tudománya. A Crystal Palace, a Norwich City és a Burnley színeiben sem tudott betalálni a legjobbak között, a Middlesbrough játékosaként pedig 1 gólt ért el a PL-ben. Amikor a Leeds United 2018 nyarán közel 8 millió eurót adott érte, akkor sem tűnt úgy, hogy egy jó Championship csatárnál több lehet belőle. A Marcelo Bielsa megérkezése mindent megváltoztatott. Bamford az előző idényben a másodosztályban 16 találattal segítette feljutáshoz a leedsieket, és ezúttal már a Premier League-ben sem volt adós a gólokkal.
jelenleg 14-nél jár. 8 gólpassza mutatja, hogy az összjátékból is kiveszi a részét, és intelligenciája nem csak a pályán mutatkozik meg, hiszen tanulmányi eredményei miatt még a sport ösztöndíjjal is, de mehetett volna a Harvard Egyetemre, és társalgási szinten beszél franciául, spanyolul, illetve németül is. Harmadik, Rafa Mir. A még mindig csak 23 éves támadónak az USK már az 5. klubja profiként, és itt végre kezdi igazolni azt, hogy ifjúsági korában miért is tartották hatalmas tehetségnek. Rafa Mir 10 évesen 2 évet még az FC Barcelona utánpótlásánál is eltöltött, de első profi szerződését a Valenciánál kapta, ahol a B csapatban ontotta a gólokat, ám a felnőttek között csak 2 alkalommal lépett pályára. A Valencia edzője akkor a portugál Nuno volt, aki a Wolverhampton mestereként sem feledkezett meg róla, így a farkasok 2018-ban 2 millió eurót fizettek a 21 éves Rafa Mirért. Más kérdés, hogy a Wolves színeivel még egyetlen mérkőzése sincsen, hiszen rendre kölcsön adták. Mir a Las Palmasban nem játszott rosszul, a Nottingham Forestben ellenben csak szenvedett, hogy aztán az USK-nál végre formába lendüljön. Az előző idényben a spanyol másodosztályban fél év alatt 9 alkalommal volt eredményes, amivel feljutáshoz segítette a csapatot, és a La Ligában sem lehet rá panasz. Egyelőre 12 találatnál jár, ami nem biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy megmentse a kieséstől a csapatát, de Rafa Mirre már is felfigyeltek, és a fél spanyol élvonal szeretné megszerezni a Sevillától kezdve a Real Betisen és a Celta Vigón keresztül az Atletico Madridig, de erről majd a Wolverhamptonnal kell tárgyalniuk. Második, Teremás Moffi. Az FC Lorient erősítő 21 éves nigériai csatár gyakorlatilag 2 év alatt a semmiből lett a Ligön egyik legeredményesebb támadója. Pályafutása úgy indult, mint nagyon sok fiatal afrikai labdarúgónak, aki hazája valamelyik akadémiájáról 10 évesen egy teljesen ismeretlen, általában kelet-európai csapatba igazol. Moffit a litván Kauno Žalgiris igazolta le 2017 nyarán, de vízumgondok miatt fél év elteltével szerződést bontottak vele, és jó ideig klubja sem volt. A 2019-es litván bajnokságban aztán az FK Riteriái színeiben 29 összecsapáson 20 gólt ért el, és ez elég volt ahhoz, hogy a belga Kortrijk 2020 januárjában 150 ezer euróért megvegye. A belga klubnál alig nem áldják annak a megfigyelőnek a nevét, aki kiszúrta Moffit, hiszen az ifjú nigériai 9 bajnoki 5 gólt ért el a csapat színeiben, és a Kortrijk fél évvel a megvétele után már 8 millió eurót kapott érte a Lorienttól, amely olyan csapatok elől szerezte meg, mint az Erste FC Köln vagy a VfL Wolfsburg. Moffi pedig egyelőre a Ligönben is megállja a helyét, hiszen már 14 találata van a bajnokságban, és ebből 6-ot a legutóbbi 3 mérkőzésen szerzett. A nigériai egy vérbeli középcsatár, aki nagyon érzi a kaput, jobbal, ballal, fejjel egyaránt veszélyes, és valószínűleg nem sokáig marad a Loriannál. Első, Sasa Kalajdzic. A 23 éves osztrák játékos az idény egyik nagy felfedezetjének számít a Bundesligában, hiszen már 14 gólnál jár. Az újoncként a középmezőnyben álló VfB Stuttgart egyik erőssége, meghatározó játékosa. A támadónak ez az első szezonja a legjobbak között Németországban, előtte Ausztriában is csak 2 évet játszott az élvonalban az Admira Wacker színeiben, és egyikben sem tudott 10 gólig eljutni. Ráadásul korábban egy tértszalagszakadás miatt majdnem 1 év kényszerpihenő akadályozta a karrierjében, így még meglepőbb a mostani kivételes teljesítménye. A kifejezetten magas 2 méteres Kalajdzic nem csak fejjátékban erős, góljainak felét ugyan fejesből szerezte, de 4-szer jobbal, 3-szor pedig ballal talált be, mindannyiszor a 16-oson belül, azaz le sem tagadhatná, hogy klasszikus center. Nem csoda, hogy nagy az érdeklődés iránta, főleg amiatt, hogy 2023-ig szóló szerződése ellenére viszonylag olcsó játékosnak számít, 20 millió euróért már vihető is. Ennek és a benne rejlő nagy potenciálnak is köszönhetően Kalajdzicot rengeteg európai sztárcsapat figyeli, kapcsolatba hozták az RB Leipziggel, a Borussia Dortmunddal, a Juventusszal, az AS Rómával és az Evertonnal is. Ők voltak tehát a 2020-2021-es szezon legalulértékeltebb csatárai. Ti kit tudnátok közülük elképzelni egy sztárcsapatban? Írjátok meg a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornánkra.